És most közkívánatra újra mutatjuk önöknek Bíró Séfet, aki szerintem az egyik legvagányabb magyar szakács. Örömvele találkozni, mert az embernek bármilyen bánatos napja van, két perc múlva megnevetteti. Soha életemben nem láttam még rossz kedvűnek, olyan van, hogy üvölt mérgében, de pillanatok múlva már tud nevetni. Bíró Lajos, aki nem a televíziók főzőműsoraitól lett igazi sztár. Ami talán érdekes lesz, és akkor azt lehet, hogy fogunk venni, ugye a szakácsoknak a nagy része zöldpetrezselyemet használ egyébként díszítésre, vagy valami. Mi pedig úgy hívják a fiúk, ugye hát ebben van egy kicsi kis gúny is egyébként, ugye, hogy lalifű, ugye, mert én a sárga répának a zöldjét szoktam díszíteni, vagy valami. Ugye, de az, hogy elnézem, igen, de ez most, ez már annyira nem. Kezdj csokolom. Csak sárgarépa, nincsen zölddel? Ismerjék meg Bíró Lajost, ha van egyáltalán, aki nem ismeri. A rangidő séf évtizedek óta Budapest legjobb éttermeit vezeti. Rengeteg díj és elismerés van már mögötte, de leállni egy percre sem tud. Jársz te még piacra, vagy? Hát ugye, most nem tudom, hazudjunk a nézőknek, vagy ne hazudjunk. Ne hazudjunk, jó. Ma már ritkábban járok egyébként, tehát ma már azt mondom, hogy a munkának semmi jelentősége nincs a piacra járásba, szórakozásból járok egyébként, tehát meg, jó, meg de gondolom, az otthoni ebédhez jársz piacra, vagy az nem igen ebédelünk, nem igen ebédelünk mi otthon egyébként, tehát ugye szeretem, ha kiszolgálnak, és ugye hát a feleségem nem egy főző tündér egyébként, vagy valami, tehát ugye tőle ezt nem kapom meg, ezáltal, vigyázzatok, ezáltal mindig azt csináljuk, hogy elmegyünk inkább étterembe. Ha most ezt úgy megnézitek, látod, hogy ez az a hentes egyébként a piacon egyébként, aki a legszebben agyusztálja az árut. De tudod, te hogy... mondjuk, ha látsz egy ilyet, az neked... Az egy abszolút, az egy abstart már egy bizalom, ugye, mert látom, hogy foglalkozik vele. Uh-huh. Tudod, tehát azért ez egy fontos... De neked élvezetet is jelent, mondjuk így húsokat látni? Hogy a fenében, figyelj ide, tehát az, hogy akkor ugye, amikor Barcelonában kint vagyunk a piacon, akkor én minden nap reggel 7 óra fél 8-tól délig a piacon vagyok. Minden nap, most úgy kezdem, mint ez a neked olyan, mint egy múzeum? Egyébként igen. Mennyit eszel? Mennyit eszem? Hát az régebben nagyon sokat, és most se keveset. Ebből kellene nekem 1-2 kiló, jó? Az esti vacsorához vásárolunk, amit a belvárosi piacon ad. Különleges alkalom, mert kivételesen ő is beáll főzni. Hogy csak én főzni. Különleges alkalom akkor, nem? Igen, egyébként, igen, igen. Hát ugye lesznek ilyen... Gyere ide! Ha szemétkedsz, akkor vállalt föl. De. Ugye? Hát ugye a Dani és az egyik szakás, egyik séfen fog segíteni, de hátulról. Tehát a hiába röhög most és szemétkedik, ugye? Dani Bíró Lajos fia, aki édesapja hivatását választotta. Megismerkedhetnek majd vele is, de most Irány Lajos, vagy ahogy a kollégái hívják, Lalibá étterme. Olyan tepsiben, amit be tudunk rakni a kemencébe. Oké? Okay. Gergő, só lett! Bíró egyszerre csinál mindent. Már magyarázza az esti vacsorához a teendőket, de simán beáll, ahogy mondják, a pályára is, kiszolgálni a vendégeket. Már az interjúhoz készülünk, de még akkor is főz és instruál. Egy-egy kanál fokhagymát majd még tegyél a tetejére, jó? Oké? Okay. Aztán belevágunk a beszélgetésbe. Egy órán át dőlnek belőle a sztorik, az anekdoták, hol meghatódik, hol nagyokat nevet, és csak mesél, csak mesél. Én nem azért lettem vendéglátós, mert hogy én már 5 éves koromban mindent akartam, nem? Én a 14 éves koromban nézegettem ott az egyik fizetőpincért, ott a Pakson az étterem ajtajában, és mindig zörgette így a pénzt a zsebébe, és gondoltam, hogy ennek mindig sok pénze van, és effektíve engem a pénz hozott ebbe a szakmába. És ez meg is maradt, hála jó Istennek, tehát én szeretem a pénzt egyébként, és mindig szerettem sokat keresni, nem szégyelem. Nem szégyelem. A polgárpukkasztást, ezt kifejezetten szeretem egyébként. Szeretem meg, hogy nem tudom,
Már jó érzés látni az arcukat, tudod, amikor nem tudják, hogy mit hova tegyenek. Tudod, ez nekem bejön egyébként. Emiatt téged szeretnek, utálnak, vagy röhögnek rajtad? Na, mind a három akkor, mind a három. És szeretnek is, utálnak is, és röhögnek is rajtam. Te hiú vagy? Nagyon, nagyon hiú vagyok, igen. Borzasztó hiú vagyok. Hát mindig szerettem volna 1,90 szőke, magas kék szemű lenni, kigyúrt. És mivel kompenzálod? Hát szerintem a dumámmal. Szerintem azzal, gondolom én, meg hogy jól főzök. Egészen 60 éves koráig bulizott, pörgött, aztán fontosabb lett a család, és hogy ez nem csak duma, azt már a fia szavai igazolják. Nekünk minden hétvégén, ha én itthon vagyok, nekünk van egy apa-fia programunk, mi elmegyünk kajálni valahova egy jót, elmegyünk snookerezni, és elmegyünk egy moziba. Utána este a rekamén otthon rádülök a hasára, és úgy alszunk el. Ez nekünk körülbelül, amióta én az eszemet tudom, mi ezt így csináljuk. Az összhang nem csak Dani szavaiból, de a közös munkából is kitűnik. Csendben, precízen dolgoznak együtt. Ahogy már mondtuk, ritka alkalom egyébként, hogy bíró beáll főzni. Most már leginkább a recepteket találja ki, és a tudást adja át a szakácsainak, így a fiának is. A nehéz dolog Bíró Lajos fiának lenni? Igen is, meg nem is. Tehát én egyben nagyon-nagyon élvezem, de mellette fölnőni viszont főleg ebben a szakmában, ugyanabban a szakmában, amit ő csinál, arra nehéz. Én imádom, hogy ő az apám, tehát én soha nem kívánnék senkinek jobb apát, mint amilyen ő nekem és szakember együtt, de nehéz lesz azt elérnem egyszer, szerintem a szakmában úgy hívjanak, hogy Bíró Dániel, nem Bíró Lajos fia. Nekem rengeteg jó napom volt, de nem tudom kiemelni. Nekem túl sok jó napom volt. Mi volt a legrosszabb napom? Legrosszabb napom? Húha! A legrosszabb napom az volt, kérlek szépen, amikor a Múzeum kávéházat megnyitottuk, és mondjuk két asztal volt egész este. Na, az volt a legrosszabb napom. Akkor bementem az irodába és sírtam. Igen. Pedig akkor még nagy macsó voltam. Macsó, beképzelt, hiú. Ezeket a jelzőket magára használja Lajos. De aztán kiderül, mikor az adakozásról kezdünk beszélgetni, hogy emellett nagyon is érzékeny. Kenyába meghívásra mentek kifőzni. Bíró Lajos már kint tudta meg, hogy jótékony célú a főzésük, és helyi rokkantakat segítenek vele. Kenyában a rokkantakat azt úgy kezelik, mondjuk, mint annak idején a spártaiak, ugye, hogy ledobták a Taigetoszról, ugye, onnan dobták le, onnan, azt hiszem, igen. Ugye, és akkor, tehát nem hogy segítenék a rokkantakat, hanem megvetik őket és bántják őket. És, hogy amikor vége lett az egésznek, akkor két rokkant kocsi odajött és megköszönte a munkánkat. És akkor jöttem rá, hogy milyen k***a jó dolog adni. Az egy fantasztikus érzés volt. De nem jöttem volna rá magamtól. Mondtad előre, hogy nem egy elérzékenyülős vagy? Na, nem, mióta anyámék meghaltak elég, igen. Azelőtt nem igen voltam én ilyen érzékeny gyerek egyébként. Fele tudja. Azóta egy kicsit úgy könnyebben elpöttyentem magamat, de semmi baj ezzel egyébként. Nem, felvállalom, a nők imádják egyébként. Tehát azt imádjátok egyébként, egy manusat, hogy egy férfi ugye, sírni is tud ez a rohadt macsóért, hogy valami, hát attól ti elolvadtok egyébként. Te hímsovén vagy? Abszolút, igen. Nem gondolom, hogy egyenlőek vagyunk, elnézést kérek, igen. Igen, tehát biztos most, hogy rengeteg nő meg fog utálni. Nem gondolom azt, hogy például, hogyha én hajnal 3-kor megyek haza, akkor a feleségem megengedheti magának, hogy hajnal 3-kor jöjjön haza. Nem engedheti meg magának. Miért? Mert ezt én így gondolom. Ennyi. Te propagálni is szoktad, hogy az életet élvezni kell, jól kell abszolút élni, nem kell szégyelni, nem. De erre azért nagyon sokan azt mondják, hogy könnyen mondja Bíró Lajos, akinek nem kell a gázszámlával idegeskednie, akinek nem kell csak a Bíró Lajos akkor is 16 órát dolgozott, mint akinek most esetleg gondja van a gázszámlával, az akkor nem csinált semmit. Amikor bejövök ide az üzletbe, és egy 20-valány éves gyereket látok, hogy ilyen, tudod? És majd ezt is kivágjátok velem, és akkor szoktam mondani, hogy mondom,
Föláll minden reggel a fütyin? Azt igen. Mondok, mi az Isten bajod lehet? Mire vagyok a legbüszkébb? Mindig arra, mindig azt mondom, hogy volt egy ilyen kis taknyos kis kölök, kérlek szépen, aki Békés megyébe egy ilyen akácfa ágon egy piros rongyal tekergette a libákat ottan a tanya mellett, vagy valami. Ez volt a Lajoska, kérlek szépen. És ez a kis paraszt kölök egyébként, kérlek szépen, bejárta a világot, volt mindenhol, megkapott mindent az élettől. Miért nem dörsz hátra, teszed fel a lábadat és... Akkor meghalok. Nem biztos. Jelen pillanatban megengedett a bizalmaskodás, mert hogy így elárulom a riport végén, jövő hogy októberben én... lesz az esküvünk. Hogy mióta? 8 éves korom óta ismersz. Igen. Úgyhogy én sokkal több történetet ismerek, mint amit most ebbe a pár percbe bele tudtunk sűríteni, de remélem, hogy azért érzik, hogy miért szerethető Bíró Lajos, és miért készült is el ez a portré. Lajos, mit üzensz a Heti Napló nézőinek? Hogy lehetnek ilyen kiegyensúlyozottak, boldogak és persze szépek mindenki? Szépek, igen, hát ezért ugye. Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy sok pénz, aktív szexuális élet, és hát sajnos van egy rossz hírem, sok munka és sok tanulás. És ha ez a négy összejön, akkor működik. A Heti Naplóban Benyó Rita riportját látták.